Nem, a pont rossz jöttében. Most jön az a rész, hogy nem állsz az utolsó napon Brazíliába. Hallatszódik a beszéd! Csukd be, apa! Január 18, ez az utolsó napunk Brazíliába. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire gyorsan elmúlt ez a 22 nap. Most ébredtem fel, olyan 10:30 körül van, és szerintem majd rögtön át is öltözök. Na, meg vagyok, ezt a ruhát húztam fel, mert szinte már minden más el van pakolva, meg van még egy ilyen pólóm, meg azt hiszem hosszú nadrágom ugye az utazásra. És ma délután indul az első repülő, nem is tudom, 4 körül megyünk a repülőtérre, valamikor este indul, ugye először 12 óra az út, aztán nem is tudom, hol szállunk át, vagy Svájcba, onnan meg Budapestre. És a hajam az azért ilyen, meg nem is fogom egy idei meccsen, mert egy picit így befontam, hogy ne álljon úgy olyan nagyon durva, amikor megyünk. Meg még azt is elmondanám, a végig telefonon vlogolok, mert múltkor már, amikor kamerán videóztam, és akkor mindig úgy tudjátok elővenni azt a nagy kamerát, bekapcsolni minden, és telefonon sokkal egyszerűbb lesz. Most meg lemegyek reggelizni, mert szerintem már biztos van reggeli. Good morning! Good morning! Most ilyen pinyát eszek, ennek az a neve, így néz ki, és van a közepén egy mag, ez pedig sárkánygyümölcs. És most másmilyen íze van, vagyis másmilyen színe van, másmilyen íze is, de így finom. Úristen, a hajam az nagyon gáz. Most pedig ezt az arcmaszkot fogom feltenni. Ugye először megmosom vízzel az arcom, felrakom, és aztán úgy egy, nem tudok portugálul, azt írja, hogy 30 minutos. Szóval 30 percet rajta hagyom, lemosom, és aztán jön az arcmaszás. Hogy így kell-e kérdező, szóval, hogy ilyen állaga van-e, de nem tudom. Mindegy, én felraktam, kicsit fura, de mindegy. Már egy jó 20 perccel kellett volna szednem ezt az arcomról, csak el voltam foglalva, videókat néztem, meg minden. Teljesen már megszáradt, tiszta kemény, még nagyon kellemetlen érzés. Úgyhogy most ezt le fogom szedni. Úristen! Szerintem langyos vízzel valahogy majd lejön biztos. Na, nagy nehezen lejött rólam, és mégis szétszedem a hajam, mert nem bírom ezt a látványt. Hello! Hello, anya! Lefenyképezett. Lemegyek a hinta ágyba. Hoppá, belemegyek a képbe. Hol van az Adri? Jó ég. Adri! Ki kell élvezni ezt az utolsó nap nyarat. Let's go! Masszázs! Masszázs! Szóltak, hogy kaja! Na, most pedig el is készülök. El is készültem, letusoltam, megmostam a fogam, ilyesmi. És most olyan 3-4 körül van, 20 óra 20-kor indul a repülőnk, de ugye időbe el kell mennünk, mert még amire innen odaérünk, meg ott az ellenőrzések, meg minden. Oké, okay, bye bye! Meg is érkeztünk a repülőtérre, és ugyanitt így videóztam, amikor megérkeztünk. Oh no, újra majd kabátok! Szia, Adi! Hello, Adi! Én is itt vagyok.
Anya, most tol minket, Ali. Vigyázz, Anya, Adi, vigyázz! A táskám megakadt! Adi, most már kérdez. Csomagokat feladtuk, és most majd Starbucks-ozunk, aztán meg majd megyünk a biztonsági ellenőrzésre. Kaptam ilyet, ilyen gyümölcsös, és ilyet nagyon rég ittam utoljára Budapesten, mert egyik Starbucks-ba se árultak, meg Adi, meg anya is ilyet kapott. Ez az nagyon jó. Bye-bye. Szállunk be a repülőbe. Thank you. Bye. És igen, majd a Szabi jön értünk, amúgy nem hallom, hogy beszélt, mert még mindig teljesen be van dugulva a fülem, és áp. Most meg majd összeszedjük a bőröndöket, és aztán jön értünk a nagybátyám. Oda gügyük rá, elküldtem, nyomtam egy szelfit, amúgy bent vártam, és... Hello, már rég jelentkeztem, megérkeztünk Kecskemétre az unokatestvéreimhez. És mikor ideértünk, akkor startba aludtam 3 órát, utána vacsoráztam, és most majd letusolok, aztán meg majd lassan megyek aludni. Szombat délelőtt van, 10:30, és elindultunk Zentára. Home sweet home! Mondtam a Rózsának,
Nézzük 4 hét után a szobámba. Úristen! Tudá! Úristen, de fura! Ilyen fura itt lenni. Ezt felhúzzuk szépen. És én feltöltöttem egy heti vlog videót, ha nem láttad, mindenképp nézd meg, és ugye abban benne volt, miket kaptam karácsonyra. Ez az egyik, és Kecskeméten is egy ilyen babzsákot kaptam karácsonyra, úgyhogy most van 2 babzsákom. Úgy imádom ezeket kidurrasztani, most anyáik, hogy pakolnak ki, és ugye az összes ilyenbe volt, hogy ne törjön össze, és most én ezekkel így el vagyok. És ez a videó ennyi volt, remélem tetszett nektek. A mai napot már nem akartam így ebbe a videóba beletenni, de különben megyek körmöshöz leszedetni a körmeim, mert hétfőn suli. Igen? Jó, jó, nálam lesznek. Na, itt vannak még ajándékok, meg az én cuccaim. Igen, szóval ott tartottam, hogy elmegyek leszedetni a körmeim, meg majd álljon Réka, meg Tami. És ha tetszett nektek a videó, lájkoljátok, ha nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!